Sokszor kevés az a fél óra, amit a gazdik általában rá tudnak szállni reggelente a kutya átmozgatására, illetve valójában ez átmozgatásra nem is elegendő, inkább csak, hogy a szükségleteket elvégezze. Viszont, hogyha nincsen lefárasztva a kutya, akkor amíg mi elmegyünk általában 8 órába dolgozni, addig hát kárt kárra halmoz, sok fejfájást okozva ezzel a gazdinak. Ha fizikálisan viszont nem tudjuk lefárasztani a kutyát, akkor próbáljuk meg mentálisan. Illetve ezt a kettőt remekül össze is lehet hangolni. Mi most kint vagyunk egy elkerülő úton, úgyhogy valójában nem is kellene sokat kommunikálnom a kutyákkal, hiszen nem kell megállniuk, hogy jön egy autó, nem kell figyelniük rám, hogyha jönne velünk szembe akár más kutyás. Viszont így, hogyha csak hagynám őket, hogy futkározzanak, lehet, hogy fizikálisan azt gondolná a gazdi, hogy elfáradt, hogy fél órán keresztül csak futkározhat és szabadon lehet, de valójában nem. Azért nem, mert ezek a futkározások inkább csak tényleg egy ilyen felderítés a kutya számára, hogy a szagokat begyűjtse, megnézze, hol mi van. Persze szaladgál ő közben, de hidd el, hogy nem annyira fárad el ettől a szaladgálástól, tényleg, hogyha egy 30 percet van rá, hogy otthon ne csináljon semmi kárt, hanem akár aludjon a fáradtságtól, amíg a gazdi hazaér. Az aportírozást egy picit most fel fogjuk turbózni, hogy hogyan mutatom. Van a hagyományos aportírozás, amikor is ugye eldobjuk, futás a játékot! Azaz, ügyes vagy! Gyere hozzad hamar! A kutya pedig visszahozza a gazdájának, ügyes vagy! Amikor pedig felturbozzuk, akkor fontos, hogy hiába te eldobod a kötelet, a játékot, a kutya maradjon egy helybe. Erre persze a maradj vezényszót azért nem árt, hogyha ismeri a kutyus. Ha még nem ismeri, akkor a kutyafutában.hu videói között ezt is megtalálod. Maradj! Nem! Gyere vissza! Azaz, ügyes vagy. Valószínűleg, hogyha először csináljátok, akkor így fog reagálni rá a kutyus. A vezényszó és az, ami történik, a megszokások, az különbözik egymástól. Ez okozza, hogy neki el kell gondolkodni. Biztos láttátok, amikor visszanézett, hogy akkor most mit csináljon? Reflexzerűen mozogjon, vagy engedelmeskedjen a vezényszónak. Marad! Marad! Maximum kétszer mondj egy vezényszót. Ne többször, különben papagáj leszel. Azaz, ügyes vagy! Futás érte mehetsz! Azaz, ügyes kutya vagy! Árnyék, gyere hamar! Hozzad! Ügyes, jó kutya! Engedd! Marad! Lehetőség aportírozás közben, hogy lefárazd a kutyust mentálisan is, hogy addig nem dobod el a kötelet, botot, játékot, amíg ő nem néz a szemedbe. Először is hívd be a kutyust. Anyi, gyere hamar, azaz, ügyes vagy. Nem kell leültetni semmi, a lényeg az, hogy tartsd ki a játékot oldalra, hogy semmiféleképpen ne az legyen, hogy ne tudsd eldönteni, hogy most a szemedbe néz, vagy a játékra. Én most beálltam ide oldalra a kutya mellé, csak türelmesen várok, hogy felvegye velem a szemkontaktust. Azaz, ügyes jó kutya. Dicsérni persze lehet, és akkor dobod el, amikor a szemkontaktust felvette. A következő lehetőség pedig, mivel a kutya orra fantasztikus, és imád kiszaglászni dolgokat, hogy úgy dobd el neki, hogy ő ne lássa, hogy hova érkezik a játék. Viszont a szaglásával meg kell, hogy keresse, hogy hol van. Marad! Azaz, gyerünk, futás, hol van, keressed meg! Ügyes vagy! Azaz! Hol van, keressed! Azaz, ügyes, jó kutya vagy. Jól van. Marad. Futás! Keressed, hol van?
Az az! Ez esetben én most nem mondtam neki, hogy hozza nekem vissza. Itt az volt a játék, hogy keresse meg, hogy hol van, hova eshetett az ő játéka. Ha ilyen kis játékosságot beleviszel a reggeli sétáltatásba, vagy bármelyik sétáltatásba, hidd el, hogy jobban el fog fáradni a kutyus. Nem azért, mert fizikailag szétfutotta magát, hogy megkeresse a játékát, hanem azért, mert gondolkodnia kellett, vagy akár használnia a szimatát, vagy akár jobban kellett koncentrálni arra, hogy mit mond a gazdi, hogy neki engedelmeskedjen. Wind your body, you wrinkle your belly, you drop and go down in a new style. Wind and go up, wind and go down, bubble and a rock at a new style. Around are you feel line it up, are you feel grind it up, are you the boom shakalaka to the dance out to you.